Szabad Batyád, Kulatér. A közelben található Kulatodonyról kapta ezt a magyar nyelven elég viccesen hangzó nevet. A név török eredetű tornyot, őrtornyot jelent. Környéken lévő áthatóhatatlan mocsarak közötti egyetlen természetes átkelőhelynél épült fontos vámhelyet már az 1330-as években is említik. Valószínűleg az átjáró őrsége számára létesítették ezt az őrtornyot, más vélekedés szerint a török hódoltság idején épült. Székesfehérvár 1543-as eleste után a törökök a nagyobb létszámú helyőrség befogadására alkalmas palánkvárat emeltek a torony körül, melyet vizes árok is védelmezett. A török kiűzése után elveszítette stratégiai jelentőségét, később a palánkvár is elpusztult, a tornyot pedig átalakították magtárrá. Az 1970-es években állították helyre az építményt és múzeumot rendeztek be benne. Sziasztok, itt vagyok közben Szabadbattyánba visszajöttem, a Kulatérről várom a vonatot, ezek 20 percben fog jönni egy gyors vonat, az egészen Pesti, pontosabban Keremföldig el tudok menni, onnan meg bicikli hazafele. Úgyhogy ez ennyi lett volna ez a rövid videó, a Kulatérről, meg a Kulatoronyról, ha már erre jártam, megmutattam nektek. Úgyhogy addig meg várom a vonatot, még kb. 20 perc, hát ha addig jön még valami, akkor meg a Trainspotting, addig az időt hasznosan el lehet itt tölteni. Vonatra várás közben, úgyhogy sziasztok, majd találkozunk a következő videóba.